Mosolygós arcú elsősök gyülekeztek a Pöttömke óvoda udvarán múlt péntek reggel. Várták, hogy a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 8-osai átkísérjék őket az iskolába, majd a katolikus templomba, ahol Szemenyei Péter plébános szentmisével nyitotta meg a tanévet. 41 elsős kezdte meg tanulmányait a Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 60. tanévében. Reggel a 8-osok kísérték el őket az iskolába, majd a templomba. A tanévnyitón Szemenyei Péter plébános köszöntötte a diákokat. Tanévnyitó ünnepsége nem az iskola sportpályájának torkaterében jövünk össze, hanem itt, Füzesabony Római Katolikus templomában, hogy a Jóistennek segítségét és lelki adományát kérjük a pedagógusok és a gyermekek. Négy évvel ezelőtt szemléleti változás történt. És az iskola nem csak egyszerűen kikerült az állami fenntartásból és az egyházmegye irányításába, az egyházmegye anyagi, szellemi és lelki fenntartásába került, hanem mondhatnánk, hogy egy új életet igyekeztünk. Lehetőleg
kívánsággal fordulunk most a Jóistenhez. És ebben az imában kifejezzük mindazt, amit most a lelkünkben, a szívünkben érzünk. Isten kezébe tesszük az életünket, és kérjük, hogy hordozzon minket a tenyerét, őrizzen meg minket jóságban, szorgalomban, kitartásban, szeretetben. Az elsősök verssel mutatkoztak be diáktársaiknak. Mint ahogy Diófán sem egy-két évre ültek az ember, úgy a tudás